Tessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 25-ös énekének első és második verszakával kezdjük. Mennyből az angyal lejött hozzátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a gazdagréti templomban, a Szent Angyalok hajlékában és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtok be a karácsonyi ünnepkör és a karácsonyi idő utolsó napján a Szentmisénkbe. Ezt a mai Szentmisét az adakozó kérése és szándéka szerint a Várbíró, Salak, Buhály és Szabolcsi családok élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk föl, és engesztelésül a korábbi bűnökért, tévedésekért, vagyis a család fagyógyulásáért. Megemlékezünk élő Mária testvérünkről 70. születésnapján, és Mátyás testvérünkről, aki a mai napon 40 esztendős, Isten éltesse őket sokáig. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Mindenható örök Isten, te egyszülötted által új teremtményé alkottál minket. Kérünk add, hogy kegyelmedből hasonlóvá váljunk hozzá,
akiben emberi természetünk egyesült veled, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, az a bizalom él bennünk Jézus iránt, hogy bármit is kérünk akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy minden kérelmünket meghallgatja, akkor tudjuk azt is, hogy már megkaptuk azt, amit kérünk tőle. Ha valaki látja, hogy testvére vétkezik, de nem haláthozó bűnnel, imádkozzék érte, és Isten életet ad neki. Ez arra áll, aki nem talál haláthozó bűnt követett el, mert van haláthozó bűn is. Nem az ilyenről mondom, hogy könyörögjön érte. Minden igazságtalanság bűn, de van olyan bűn is, amely nem okoz halált. Tudjuk, hogy aki az Istentől való, nem vétkezik. Az Isten szülöttjének ereje megóvja, és a gonosz nem keríti hatalmába. Mi tudjuk, hogy Istentől vagyunk, az egész világ viszont a gonosz hatalmában van. Tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és érzéket adott nekünk az igaz Isten ismeretére. Így tehát az ő igaz fiában, Jézus Krisztusban vagyunk, ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Amen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen halleluja, 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 halleluja. Jézus hirdette országának örömhírét, és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egy alkalommal tanítványaival Júdea földjére ment. Ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Enonban, Szálim közelében. Ott ugyanis sok víz volt. Az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. Mindez János bebörtönzése előtt történt. Vita támadt ekkor a tisztulási szertartásról János tanítványai és egy zsidó között, ezért Jánoshoz mentek. Mester, mondták neki, aki nálad volt a Jordánon túl, és akiről tanúságot tettél, most szintén keresztel, és mindenki hozzátódul. János így válaszolt. Az ember semmit sem vallhat magáénak, ha csak a mennyből nem kapta. Ti magatok vagytok tanúim, hogy megmondtam, én nem vagyok a messiás, hanem csak az ő előfutára. Aki a mennyasszony, az a vőlegény barátja, csak ott áll a vőlegény mellett, hallgatja szavát, és szívből örül neki. Ezzel most az én örömöm is teljes. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Ezek az evangélium igéi. Igen, Krisztus.
Kedves testvéreim, itt a Szent Angyalok hajlékában és otthonaitokban az ószövetségi proféták az Isten és a választott nép kapcsolatát nagyon sokszor a házassághoz hasonlítják, és bizonyára a keresztelő Szent János is ezt a hasonlatot, szófordulatot használta, amikor Jézusról, mint vőlegényről beszélt, ő pedig a vőlegény barátja. Hiszen az eljövendő messiás az igazi vőlegény. Keresztelő János beismerte azt, hogy nem én vagyok a messiás. Azt is elmondta, hogy jóval nagyobb az, aki utána jön, akinek még a sarusziját sem méltó megoldani. Így aztán megtisztelő feladat volt számára az útkészítés, az a keresztelési gyakorlat, amellyel ráhangolta az embereket a bűnbánatra, a megváltó fogadására. És ezért átadja fokozatosan a követésnek lehetőségét és szándékát az utána jövőnek. Nemrég hallottunk arról, hogy rámutat keresztelő János Jézusra, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És akkor két tanítvány már is érdeklődik Jézus iránt, és utána megy, megnézik, hol lakik. Az egyikük András volt. És ez azért olyan fontos, mert a kereső ember, aki Jézus szolgálatába akar állni, először is ismerkedni akar vele, de a vele való találkozás több annál, mint hogy személyes ismerettséget köt valaki egy másik emberrel. Jézussal nem így kötöttek ismerettséget, hanem a továbbadás szándékával. Keresztelő Szent János is megkérdezi Jézustól, kérdezteti, hogy te vagy-e a messiás, vagy mást várjunk. Ő is ismerkedik, bár tudja, hogy ki az, aki utána jön. Az útkészítő már az ismeret birtokában van, hiszen már édesanyja méhében is felújongott a Szűzanya és Erzsébet találkozásakor. És ott van, mindvégig az útkészítő, mint a vőlegény barátja, a vőlegény közelében. Az apostolok, a meghívottak, a felfedező tanítványok, és aztán akik csatlakoznak Jézushoz, a vele való ismerkedést követően kötelezettséget vállalnak, kellene, hogy vállaljanak, és aztán azt meg is teszik Jézus feltámadása után, mert tovább kell adniuk mindazt, amit láttak, hallottak, amit tapasztaltak, amit Jézustól tanultak. Most egy hosszú ünnepkörnek a végéhez értünk. Ha tisztázzuk magunkban a liturgikus fogalmakat, az egyházi fogalmait, akkor most két fogalmat is elmondhatunk a mai szombati napon, amely lezár egy hosszabb időszakot, lezárja a teljes karácsonyi ünnepkört, amelynek van előkészületi szakasza, vagyis az advent, és azt követi maga az ünnep és az ünnepi időszak. Ezt az ünnepi időszakot karácsonytól kezdve karácsonyi időnek mondjuk. Most a teljes ünnepkör is, a karácsony is lezárul, de ahogy jeleztem, mi még nem tesszük ki vízkereszt után a karácsonyfákat vagy a Betlehemet a templomból, hanem tovább őrizzük még a karácsony üzenetét. Ez nem csak egy gyakorlati értelemben vett
hát hasznos dolog, hiszen egy nagyon szép díszítés, dekoráció ékesíti a templomunkat. Nem csupán ezért, hanem a gyermek Jézus követésében továbbra is még eltűnődünk a karácsony titkán egészen február 2-ig, Gyertyaszentelő Boldogasszony napjáig. Holnap már elkezdődik az évközi idő, de az üzenet, a megtestesülés üzenete az, az egész életünkre, és így az egész évre is vonatkozik. Úgyhogy lezárunk ugyan hivatalosan egy ünnepi időszakot, de folytatjuk az ismerkedést Jézussal, és most kezdődik csak igazán a továbbadás feladata, mint ahogy András elmondta Péternek, a testvérének, hogy megtaláltuk a fölkentet, és aztán a többi tanítvány is mindig hív újabb és újabb tanítványokat magával Jézus közelébe. Így kell nekünk is munkálkodnunk majd a előttünk álló évközi, illetve most farsangi időszakban és egész életünkben. Amikor hálát adunk a szép ünnepkörért, akkor erőt is gyűjtünk az új feladatokhoz, és ez a Szent Mise alkalmas arra, hogy mindezt megtegyük hálaadással és az örömhír szolgálatának további vállalásával. Amen. Testvéreim, kérjük a mennyei atyát, hogy nagyra értékeljük és gondosan őrizzük lelkünkben az isteni élet ajándékát. Hogy a mindennapi életünk állandóan tanúsítsa a keresztény voltunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a rendszeres ima élet szentmisére járás és a szentségek buzgó vétele által erősítsük hitünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy gyermeki bizalommal fogadjuk el mindig és mindenben a mennyei atya akaratát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházközségünk tagjai igaz testvéri szeretettel viseltessenek egymás iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy nagy testvéreinkben, a szentekben vonzó példaképekre és hathatós közben járókra lejjünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, az élő családtagokat, a Várbíró család, Sanlak, Buhály és Szabolcsi családok élő tagjait, hogy kegyelmeddel eltelve hűséggel szolgáljanak téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. A 70. születésnapját ünneplő Mária testvérünket és a ma 40 esztendős Mátyás testvérünket és szeretteiket kísért továbbra is bőséges áldásoddal. Téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te emberré lettél, hogy mi Isten gyermekei és a mennyország örökösei lehessünk. Hadd, hogy kegyelmedet felhasználva buzgó keresztény életet éljünk, életünk végén pedig eljussunk az Isten gyermekei számára készített boldog örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. A 39-es ének első és második versszakát énekeljük. Szép kelet, szép nap, nincs benne tomány, mert az örök nap benned a király. Új esztendőben, új szívekkel dicsérő Jézus énekekkel. Már a
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentet házjavára. Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add meg, kérünk, hogy méltóképpen tiszteljük fölségedet ezzel az áldozati ajándékkal, és a szent misztériumban való részesedés által mindnyájunk szíve egyesüljön a hitben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjáalkottál minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedbe tölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásra, amivel nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel, és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt családtagokról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból, akikért a Szentmisét fölajánljuk. Hadd, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalj az égünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalj az égünk. Isten báránya, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelke. Kedves testvéreim, a szent áldozás közben énekeljük a 23-as éneket. Isten gyermek, kit irgalmad közénk lehozott, angyaloknak énekében
Isten gyermek, mi szívemnek forró ágyai. Boldogságot adni másnak nincs hatalmai. Csak te néked, Istenem, ó, ha arcod megjelen, áldott ostya szent színében, boldog vagyok én. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem, ki esőtét lelkében jászlat keresem. Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, s meg nem állok, míg a trónod el nem érem én. Szentség házad jászolához állok őrnek én, hogy ne bántson senki téged már e földtekén. Ó, ha téged sírtenek, én szívembe rejtelek, s menedéket adok néked, mint halálom. Ó, gyönyörű szép, titokzatos ég, égszemű gyermek, csönyörűs a levél, kis betkét az édes úr, jászolában megsimul, szent karácsony. Kedves testvéreim, a lelki áldozás imájával, ima közösségben, otthon ünneplő testvéreinkkel kérjük a kegyelmi megerősítést azok számára, akik szentségi módon nem tudnak szent áldozáshoz járulni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te sokféle segítő kegyelmeddel kormányozod népedet. Kérünk, oltalmazd mind a jelenben, mind a jövőben, hogy a nélkülözhetetlen mulandó javakat felhasználva egyre nagyobb bizalommal törekedjék az örökkévalókra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, az új évre is ismét áldást kérünk a befejező énekkel, a 41-es ének első és második versszakával, a Szent Mise végén pedig mindnyájatokra kérem a Jóisten áldását, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.
Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalom. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. A város szívétől délve, drive.